Köszöntök mindenkit sok-sok szeretettel, szép napot, megkezdjük mai adásunkat. Előtte azonban szeretném felhívni a figyelmüket a képernyő alján látható elérhetőségünkre. Hívják a telefonszámot, vagy küldjenek SMS, hogyha úgy gondolják, hogy önök is celebek szeretnének lenni. Készül a cuki csini baba, és a tükörbe nézve azt gondolja, hívja őt a média világa. Gondolkozik egy-két percet, majd rájön arra, hogy érdemben nem kell hozzá semmit tennie. Ez tetszik neki-e? Elindul hát fesztelenül, félig meddig mesztelenül, hisz hívja már is a főnök szobája. Belép félve az irodába, és leül egy porcelán asztalkára, majd a lényeget ügyesen megteszi, a főnök meg felveszi. Celeb leszel-e vagy sztár? Rajtad múlik, gyerünk már! Minden ember arra vár, hogy róla szóljon a bulvár. Egy, két, hánit, gyerünk bátran, a rádióban, tévében légy pofátlan, és ha jó vagy nyávogásban, beregszel a kamerában, ez már a reflektor fény, a bulvár sajtómától belőled él. Csak az a kérdés, hány napig még? Egy-két évig kihasználnak, címlapokra retusálnak, majd viszlát nélkül irány a sülyeztő. Ha, ez neked megdöbbentő. Celeb leszel-e vagy sztár? Rajtad múlik, gyerünk már! Minden ember arra vár, hogy róla szóljon a bulvár. És ha jó vagy nyávogásban, beregszel a kamerában, akkor lehet szupersztár. És ha jó vagy nyávogásban, beregszel a kamerában, akkor lehet szupersztár. Celeb leszel-e vagy sztár? Rajtad múlik, gyerünk már! Minden ember arra vár, hogy róla szóljon a bulvár. Celeb leszel-e vagy sztár? Rajtad múlik, gyerünk már! Minden ember arra vár, hogy róla szóljon a bulvár. Fátlan, és ha jó vagy nyávogásban, beregszel a kamerában, akkor lehet szupersztár. Jaj, ez fárasztó lesz ez a sztárság. Na mindegy, belevágunk.